Özvegy Lajos adorjáni tenyésztőnek 71-et számláló juhállománya van, amelyre állami támogatást is kapott. 2000 dinár van darabonként, és évbe ki is fizették már, úgyhogy rendben van a dolog egyelőre. Minden évben 10 fiatalt hagyok utánpótlásnak, mert a a péziskör, a többi fiatal bárányokat eladom, tízet meghagyok, hogy valamennyire bővítsek is. Milyen árba tudja eladni, és van-e, aki megveszi egyáltalán a bárány? Igen, csak van rá kereslet, nem mondhatni, hogy túl nagy, meg azt sem mondhatni, hogy túl nagy az ára. Én személy szerint csalódtam, mert ugye tavaly az volt a mondva az állam részérű, hogy megcsináltak valami szerződést Kínával, meg törökökkel, ebbe, de viszont az áron, az eladási áron ez nem igen mutatkozik. A tenyésztők főleg a gyapjút tudják értékesíteni 70 dinár kilogrammos áron, mert a tejtermelés nem jövedelmező, nyilatkozta Bilicki László jutenyésztő. Nagyon jó a takarmányok, a tőt is oldalva az erdőkben, most szépen megjött a fű, és most van takarmán, hál'ájú Istennek. Amit a bárányokért kapok, azt értesítem, hogy ebből élek meg. Itt van 20 birka, most jelenleg volt ettől kevesebb is, volt több is. 230 dinár kilója, csak most, mostanában nem is nagyon akarják venni. A legnagyobb gondot a takarmány betakarításánál az jelenti, hogy nincs ember, aki elvégezze a munkát, másrészt pedig a juhok őrzését sem tudják megoldani a munkaerő hiány miatt, mondta Özvegy Lajos Jútenyésztő.